A bajnokok ligája szereplés miatt is a Fradit választotta tavasszal három évre, a Váci évek után BL csoportjukban másodikok lettek, az NB1-ben csak a harmadik helyen állnak, és közben a tavalyi vb n jól védő Bíró Blanka nem került be az új Dán kapitány EB válogatottjába. Hát a kapusa vendégünk, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Bejöttek -e eddig a számításaid, a hosszú Váci évek után érdemes volt -e a Ferencvárosba igazolni? Egyértelműen a mai napig azt mondom, hogy megérte, remélem, hogy még jó sokáig ezt tudom majd mondani. Miután egész korábbi pályafutásodat a Vásznát töltötted el, ott nőttél föl, nehéz volt-e megszokni most a változásokat? Magamon is meglepődtem, hiszen nem volt bennem ilyen, hogy valami új lett volna, Mert tehát hogy minden új, csak mégis az első naptól, naptól kezdve. Uh -huh. Lehet azért is, hiszen ugye nagyon sok játékossal, főleg a válogatott miatt már játszottam nagyon sokat, és ugye a, nem tudom, a közeg is olyan nagyon jól befogadott, szóval így az első naptól kezdve úgy éreztem magam, mint hogyha már régebb óta is ott játszottam volna. A fő ok, ami miatt a Ferencvárost választottad, akkor ezt mondhatjuk, hogy az, amit azóta is láttunk, a bajnokok ligája? Igen, egyértelmű. Na most azt nehéz -e megemészteni, vagy hogyan emészti meg a kapus, hogyha más a szerepe egy klubban, egy csapatban? Ugye Vácon te voltál a, a numero uno, a Ferencvárosban van két, mondhatjuk azt, hogy egyenrangú kapus, aki ugyanúgy minden mérkőzésen cseréli egymást is vételt. nem nagyon lehet azt látni, hogy, hogy van, lenne number van, meg azt se lehet látni, hogy valaki másod rangú szerepet játszik. Azért ez úgy, a, ez ahhoz képest, ami váltott volt. Igen, ezt is meg kell szoknom, hogy tényleg nem csak én vagyok úgy mond, és semmiképp nem megbántva az előző kapustársamat Vácon, de ezt mindenki látta, hogy Vácon végigvédtem, ha ment, ha nem, ott ment a kapuba. Itt nincs ilyen, de azt gondolom, hogy Gábor nagyon jó versenyeztet minket. És nagyon jól megosztja ezt a posztot. Ő igazából itt egy külön kis harc van, idézőjelesen kettőnk között, egymás között, hogy harcolunk, hogy ki tud többet védeni. Hát lehet, hogy te egy jó dopingszer is lennél, hogyha nem sportoló lennél, hanem gyógyszer nem. Ha arra gondolunk, hogy Szikora Melinda is élete formájában véd, akkor lehet, hogy ennek van valami köze ahhoz, hogy te érkeztél, nem? Nem tudom, lehet, hogy ez is benne van ebben remélem a továbbiakban is így tudjuk segíteni egymás munkáját. A csapaton belüli helyzeteddel jelenleg elégedett, vagy szóval akkor mondhatjuk azt valóban, hogy ebben a versenyeztetésben Elek Gábornál két tökéletesen egyenrangú kapus dolgozik együtt? Ö, igen, még úgy gondolom, hogy természetesen új vagyok, mert már három év forra rendelkezik velem szembe, főleg ugye a BL-ben ez nagyon sokat számít, úgy gondolom, de csinálom a dolgom és megyek előre. Mi volt az idei szezon legnagyobb csalódása Blanka eddig? A Győrtől elszenvedett nagyarányú vereség, vagy az érdeleni fiaskó? Most csak a bajnokságról beszélek, de mondjuk még hozzávehetek egy hazai BL vereséget is. Én az érdet mondanám egyértelműen, hiszen ott úgy mentünk oda, hogy mindenképp a győzelem, főleg a mostani bajnokság, hogy nincs rájátszás, így minden meccs létfontosságú. Úgy gondolom, hogy ez a meccs azért az nagyon fájó volt nekünk. Mi történt ott? Megfejtetted? igazából léptünk tovább, nem nagyon akartunk ezzel foglalkozni, hiszen utána nagyon fontos BL sorozat jött számunkra. Az NBA egyet illetően ezzel azért úgy nagyjából mondhatjuk azt, hogy az új rendszerű bajnokság, amire tettél említést, rájátszás nélkül ez úgy eldőlni látszik? Hát nehézítettük inkább azt mondanám a dolgunkat, úgyhogy győrben nagyon kikaptunk. Természetesen soha nem szabad feladni, megyünk, csináljuk a dolgunkat, de nagyon tényleg megnezítettük a dolgunkat. Mennyit fejlődött, alakult a csapat az ősz folyamán, az hogy látod? És ebben persze az is kérdés, hogy még egy vereséget hozzá ez, ez a bajnokok Ligány, ez a Vardártól itthon elszenvedett vereség, ez visszavetette bármit rajtatok? Úgy gondolom, hogy a Kozona meccsen a Vardár sokkal jobb volt, mint mi, de semmiképpen nem szabadott, hogy ez a mérkőzés bármi féle nagyon nagy mély nyomot hagyjon bennünk, hiszen utána már következett egy bajnoki mérkőzés, illetve ugyanúgy mentünk a Bajnokok Ligájába ki Oroszországba, ami a, további, a továbbiak szempontjából nagyon fontos két pont volt. Igen, na most, hogyha azt nézzük, hogy eddig hogy teljesítettek a Bajnokok Ligájában, ez komolyabb reményekre is jogos, itt már mondhatok olyat is, hogy lehet jön hogy idén bejut a Final Four-ba? Először szerintem menjünk egy igen, úgy gondolom, hogy az a vádászkopja elleni egy pont az még értékes lehet, de először úgy gondolom, hogy menjünk meccsről meccsre. A meccs a is és a Budosnoszt ellen a lehető legjobb, legtöbbet kell kihoznunk. Hazai pályán mindenképp szeretnénk nyerni, illetve idegenben is és illetve Podgoricában is meg szeretnénk próbálni ugyanazt, mint Hát, ha nem, ezt hogy jól gondolom, ha azt mondom, hogy itt a Podgorica elleni két mérkőzésre kell leginkább fókuszálni, persze a többit is nyerni, de hogy azon fog eldőlni ez a Final Four, nem? Igen, illetve a meccset se szabad ö, lenézni, úgymond, hiszen ők is otthon megverték a Budusnasztot. Ha most látod ezt az idei bajnokok ligája mezőnyt, akkor a, ennek a Final Four-nak az esélyeit te hogyan látod? Legerősebb riválisok tehát. Hát egyértelmű, hogy a Győr és a Skopje az valószínűleg ott lesz. A Műcsillan is most jó formát mutat, de ez a középdöntő hat mérkőzés szerintem még nagyon hosszú, hogy ennyire előre lehessen mondani. Kettőt azért mondtál, amely csapatod a vársz. Egymás között szoktatok-e beszélgetni arról, hogy ennek a fradi idénynek alakult vagy alakult idáig, de ez a nemzetközi kupa lesz, vagy lehet igazából, azt mondom, lehet a fényesebbik oldala? Hát nem nagyon szoktunk igazából erről beszélni. Őszintén megmondom, az utóbbi időben ez a szerda szombat, ez mindenkit nagyon leterhelt, és igazából nem volt úgymond senkinek észbe kapni ideje, hiszen vége volt az egyik mesnek, már jött a másik, és azt hiszem, mondanom, hogy fontos mérkőzések voltak egymás után, de mindig szerintem csak a következő mérkőzést nézzük. Hát most ö, lesz ö, idő erőt gyűjteni és felkészülni a folytatásra, sajnos? Sajnos, sajnos, de ez van, ezt, ezt kell csinálni. Csalódás volt, hogy nem kerültél be az épülő új csapatba, Rasmussen kapitány válogatottjába az ebére? Csak magammal szembe, hiszen ugye ez azt mutatja, hogy nem mutattam olyan teljesítményt ebben az, ősz, ez az őszben, ami megfelelő lett volna ahhoz, hogy én most ott legyek Svédországban, Lehet benne volt a klubváltás is, hiszen 8 év lét után váltottam klubot először életemben, senki nem tudta, hogy én erre hogy fogok úgymond reagálni. Most akkor célozzuk meg a következő évű világbajnokságot. Blanka, ilyenkor ez hogy történik? A kapitány elmondja, hogy miért nem számít valakire, aki nincs ott a keretben és korábbi válogatott volt, vagy hát ezt magadba végig gondolod, hogy miért maradtál ki? Kapsz-e támpontokat? Ö, kaptam például, a siófok meccsünk után is beszélgettem Kimmel, és ő akkor is azt mondta, hogy látja, hogy igazából azt gondolja, hogy fejbe van némi, probléma, ha lehet így fogalmazni, hiszen ő is látta, hogy a válogatott mérkőzésen is ez volt, mint például a siófok ellen, hogy minden lövésnél ott voltam, és mégis egy picit lemaradtam. De biztatott is azt mondta, hogy nagyon nagy jövő állhat előttem, és hogy ne adjam fel, és hogy csináljam a dolgomat. Hát akkor van kommunikáció, abszolút. Igen. Hát ez az jó dolog. Most így marad a szurkolás, szerinted a sérülés hullámtól súlytva mit érhet el ez a csapat? Úgy gondolom, hogy a kinek az a pozitív hozzáállása, hogy hozzááll-e az egész, és a lányokat buzdítja, szerencsém volt ugye edzéseken is megtapasztalni ezt. Azt mondom, hogy sok mindenre hivatott ez a csapat, persze az is kérdéses, hogy ki a többi ország válogatottja, hogyan készül erre el az ebére, fiatalita -e vagy nem, de úgy gondolom, hogy nagyon hosszú, remélem, hogy az első hatban mindenképp benne leszünk. Na most ugye a félfradi azért ott lesz a Rasmussen brigádban, te mivel töltöd, és a többiek mivel töltik az EB miatt is szünetet. Edzéssel, edzéssel és edzéssel. Ugye itt azért nem állt meg az élet edzünk. Szerintem maradtak, maradtunk egy páron, és csináljuk. Akkor neked a célod az, hogy a Nemzetközi Kupa is úgy sikerüljön, hogy abba a bizonyos tokiói csapat majd ott legyen a válogatottban is. Igen. Hát akkor jó munkát hozzá, köszönöm szépen. Nagyon munkát. szépen köszönöm. Én is.